Mit ajánl a ganaterápia szürkehályogra? Mostanában néhányan kérdeztétek tőlem, és én nekem nem volt csak egy régi történet a fejemben egy nyugdíjas német néniről, aki hévízen nyaralt a gyógyvíz miatt, és neki szeptemberre már elő volt jegyezve a szürkehályog műtét. És a szomszéd asszonyával nagy cimboroságban volt, és az adott neki mindig ganodermás kávét, mindig azzal kínálta, és ők ottan kávézgattak, meg sütizgettek. És mit ad Isten őszre, amikor hazament Németországba, akkor a professzor úr hiába kereste a szürkehályogot. És meg volt döbbenve, hogy ez mitől. És ezen a kis történeten kívül, mivel nekem nem volt más a tarsolyomban, egy kicsit utána kérdeztem, és beszéltem egy hölgyel, akinek szürkehályogja volt, és azt mondja, hogy ő neki a szemnyomás volt mindig nagyon magas. Nem tudom, hogy ez az oka a szürkehályognak, de most már a szemnyomás visszaállt a normális mezőbe. Igaz, hogy eléggé a tetején van, de legalább már a normális mezőben van. És ő arra esküdött, azt mondta, hogy a spirulina az nagyon-nagyon fontos, és ő is szed más terméket is. Tehát én akkor mellé tenném még a GL-t és az RG-t, ugye a másik kettőféle ganoderma készítményt, mert erről meg tudom, hogy egy alapos, ilyen általános karbantartást és immunerősítést végez. És még egy dolgot hallottam a szürkehályagról, hogy az állítólag visszanő időről időre, tehát hiába műteted meg, állítólag az állatgyógyászatban ezt nem is tartják titokban. Valaki mesélte, hogy a kutyájának volt szürkehályogja, és meg akarta műtetni, és mondta neki az állatorvos, hogy ő megműtheti, de vissza fog nőni úgyis. És ennek a hölgynek, akivel beszéltem, a barátnőjének meg zöld hályogja volt, és azt mondta, hogy az állítólag még durvább, mert abban meg is lehet vakulni. Egyes információk szerint a szürkehályogban is meg lehet vakulni, de ezen nem fogunk összeveszni. És az a hölgy is kijött ebből a zöld hályog problémából, ugyancsak a spirulinával és a GLRG-vel. Úgyhogy én ezt javaslom, ha kérdezed, hogy fogyaszd ezt a három testtört.